Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Az anyák megmentőjét ünnepelték. Szemmelweis Ignácra emlékeztek a megyei kórházban. Holland alkotó a kastélyban. A bronz szobrokból álló tárlat a török toronyban látható. Expresszív képeket mutat be. Holóhóbel László munkáiból nyílt kiállítás a művelődési házban. Téma hét a Dürerben. Az iskola diákjai a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkoztak. Kosarasok a sportcsarnokban. 19 csapat 5 csoportban mérettette meg magát. Az anyák megmentőjeként ismert Szemmelweis Ignác a magyar orvostudomány történetének egyik legkiemelkedőbb alakja. Születésének 200. évfordulója alkalmából a Pándi Galériában nyílt kiállítás. Ez a nap híre. Ott, hol az általam javasolt elővigyázati rendszabályok megtartatnak, a halandóság 1%-ot sem ért. Szemmelweis Ignácot megszemélyesítve mutatta be az anyák megmentőjének életét Besztercei Attila a Pándi Galéria legújabb kiállításának megnyitóján. A magyar orvostudomány egyik legkiemelkedőbb alakja 1818-ban született, ennek 200. évfordulója alkalmából 2018-at a kormány Szemmelweis emlékévé nyilvánította. Az elmúlt évben a magyar kormány határozattal Szemmelweis Ignác születésének emlékére 2018. évet Szemmelweis Ignác emlékévé nyilvánította. Intézményünk csatlakozott a centenáriumi megünnepléshez, és az emlékév keretében egész éves programsorozatot indított, melynek első állomása ez a mai alkalom. Szemmelweis Ignác az anyák megmentőjeként világhírűvé vált magyar orvostudós. Nevéhez ugyan már évek óta köthető az egészségügyi dolgozók ünnepe, amelyet az ágazatban dolgozók társadalmi elismertségének növelése érdekében 2011-től munkaszüneti nappá is nyilvánították. Szemmelweis munkásságának legjelentősebb vívmánya a 19. században súlyos problémát jelentő gyermekágyiláz visszaszorítása volt. A ma már egyszerűnek tűnő, akkor azonban forradalminak számító felfedezése az volt, hogy a gyermekhalandóság jelentősen csökkenthető azzal, ha az orvosok kezet mosnak az újszülöttek gondozásakor. Akkoriban ezt komolytalan elképzelésnek tartotta a szakma, a későbbi eredmények azonban az orvostudóst igazolták. Szemmelweis Ignác mindig is jelentős lesz, hisz pontosabban az ő tanai mindig is fontosak és nélkülözhetetlenek a mai világban is, hiszen az antiszeptikus, a fertőzés elleni küzdelem, az ugye a kórházaknak egy alapvető, talán a legfontosabb követelménye, ezért a mai korra természetesen átalakítjuk ezt a 200 éves tant, de ez mindig is aktuális marad, hiszen a fertőzés elleni küzdelem az mindig is fontos volt. Egy kórháznak. A Békés megyei központi kórház gyulai tagintézményének galériájában látható utazó roláp kiállításon végigkövethetjük a 47 évesen elmegyógyintézetben elhunyt Szemmelweis Ignác élettörténetét. Holland alkotó bronzszobraiból nyílt kiállítás szombat délután az Almási kastély török tornyában. A megnyitón Nagy Imre művészettörténész mutatta be a művésznő atavisztikus alkotásait. Dobszó kíséretében nyitották meg Lush Tyson kiállítását a tálatnak otthont adó török torony lábánál. Általában kétdimenziós alkotásokat készített, ezért is különleges a kiállítás, hiszen itt ebben a tárlatban háromdimenziós bronzból készült szobrokat lehet majd látni. A holland művész munkásságát Nagy Imre művészettörténész ismertette a gyulai közönséggel. Lush Tyson kötődése a magyar alföldhöz több évtizedre nyúlik vissza, férje is magyar volt. A művészt régóta ismerő Nagy Imre a megnyitón azt a kérdést feszegette, mekkora hatással lehetett a magyar kultúra az évszázadok óta polgáriasult Hollandiából érkező Stuyvesantra. Vajon ahhoz, hogy Lush eljusson a műveinek ezen szintű megvalósításához, szükség volt-e arra, hogy eljöjjön Magyarországra, vagy Magyarországra telepedjen át, vagy jöjjön, vagy kössön házasságot? Azt gondolom, hogy mindenképpen részesen lehet az ő alkotói munkásságának az a tény, hogy a férje magyar és szintén művész, Lóránt János Demeter festőművész. Az Almási kastély legrégebbi épület részében látható bronzszobrok a természetben felelhető tárgyakból, például fából és nádból készültek. A művész ezeket úgynevezett viaszfeszejtéses módszerrel önti bronzba. Az így született tárgyak az emberben atavisztikus, azaz ősi, tudatalatti képzett társításokat idéznek elő. A művész mintegy 20 éve a mezőtúri művésztelep alkotója,
és Gyulán is volt már kiállítása. Elsősorban grafikus vagyok, és festek, de mára ezek a bronzszobrok is fontosak a művészetemben. Az itt látható művek között vannak régiek és újak is. Mintegy 20 év alkotásait foglalja magába a kiállítás. A török torony időszaki kiállítása június 20-áig térítésmentesen tekinthető meg. Absztrakt képekből álló kiállítás nyílt meg csütörtök este a Művelődési Ház aulájában. Az alkotó Holohóbel László a képek megértésével kapcsolatban azt tanácsolta a látogatóknak, ne logikailag közelítsenek a művek felé. A Dobszerda Egyesület két tagjának improvizációi vezették fel a Művelődési Házban a Békés Csabai Holohóbel László kiállítását. A művészet lényege az, hogy a saját hibáinkat miképpen tudjuk eléggé változtatni a tulajdoni javunkra fordítani, és a tökéletesség által Istenhez közelíteni. Séner Mihály Kossuth díjas festőművészet felfogását idézte a csütörtök délutáni eseményen Szilágyi András művészeti író. Azt mondta, az itt látható alkotások a művészet valódi lényegéhez közelítenek. Holohóbel László 5 éve már bemutatta munkáit Gyulán, akkor a Várszínház adott képeinek idéglenes otthont. Most legújabb alkotásait hozta el. Sok van olyan, ami még nem volt kiállítva, ez az absztrakt, expresszív, elég progresszív képek. A tárlat látogatói számára a művész azt tanácsolja, ne logikailag próbálják megfejteni a képeket, hanem érzelmekkel. Ne próbálják logikailag, én nekem ez a véleményem, hanem mit érez előről, mit érez a kép, és úgy próbálja megfogalmazni magába. Mert ezeket logikailag nem nehéz, hogy az mit ábrázol, nem. Őszintén megmondom, még magam sem tudom sokszor. De amit kifejez egy embernek, mindenkinek más, biztos, hogy más. Ezt próbálom, hogy próbálják érzéssel megközelíteni. Holohóbel László munkái június 3-áig láthatók a Gyulai Művelődési Központban. A pályaválasztáshoz is segítséget nyújtott a Dürer iskolában megrendezett fenntarthatósági témahét. A fiataloknak számos feladat megoldásában kellett jeleskedniük a programok során. Fenntarthatósági és természettudományos témahetet rendeztek a közelmúltban a Gyulai Dürer iskolában. Egy pályázatnak köszönhetően az intézmény diákjai különböző programokon vehettek részt. Ez a kémiai-fizikai bemutató, ez nagyon látványos volt, illetve volt egy matematika bemutató, amit a Erkel Ferenc gimnázium diákjai tartottak, az is nagyon látványos volt és érdekes volt. Igazi kihívás elé állítottuk az iskola diákjait, mondta Zámori Ida, az iskola igazgatója. Igazi kihívás elé állítottuk a düreres gyermekeinket, akadályokat kellett leküzdeniük, és nem csak ismeretekkel gazdagodtak, hanem megpróbáltunk olyan szellemi és lelki iránymutatást adni nekik, amely talán majd segít nekik abban, hogy megtalálják a számukra megfelelő pályát, és az életben azt a boldog jövőt, amire vágynak. A fiataloknak számos feladat megoldásában kellett jeleskedniük, a programok során különböző akadályokat küzdöttek le. Olyan programokon vehettek részt tanulóink, amiről eddig csak álmodtunk. Meghívtuk a Bábika Játszóházat, a Szegedi Fizika Látvány Színházat, virtuális játékot próbálhattak ki a gyerekeink, és a Szakmák utcáját is berendeztük a Gyulai Szakképzési Centrum Harukken közoktatási intézményének köszönhetően. A fenntarthatósági témahét szellemi és lelki iránymutatással szolgált a diákok számára, hogy megtalálják a számukra érdekes pályát, és könnyebben boldoguljanak az életben. 19 csapat 5 csoportban mérettette meg magát a B33 kosárlabda tornán. Az első alkalommal megrendezett eseményen csak Békés megyéből érkező alakulatok vettek részt. 5 csoportban férfinői felnőtt, valamint U14-16-18-as csapatok mérettették meg magukat a hétvégén a B33 kosárlabda tornán. Az első alkalommal életre hívott eseményre Békés megyéből érkező csapatok vettek részt. Első alkalommal került megrendezésre a Békés megyei B30-as 3 kosárlabda bajnokság. Erre hívtunk meg csapatokat, illetve neveztek csapatok. 19 csapat végül elindult ugye ezen a megmérettetésen.
nagyon nagy öröm számomra, hogy ugye a női szakág is képviselteti magát, illetve elindult egy olyan férfi csapata ezen a tornán, ahol válogatott szintű játékos is játszik a Komadani személyében. Az U14-es kategóriát a Békés Csaba, az U16-ot a Békés, az U18-at pedig a Békési Gladiátorok nyerték. A felnőttek között a nőknél a Mezőberényiek, a férfiaknál pedig a Békési Gladiátorok lettek az elsők. 3 millió forint értékben osztanak egy nyári virágokat a gyulai lakosoknak a Virágos Magyarországért program keretében. Rövid hírek következnek. 8 tő egy nyári virágot vihetett haza minden gyulavári lakos a Bai Zoltán általános iskola udvarán megszervezett virágosztáson. A növények sorsát az adományozó önkormányzat a háztartásokra bízza, akár a házak előtti területre, akár az udvarra is kiültethetik azokat. A kezdeményezés tavaly indult kísérleti jelleggel, mondta el Alt Norbert a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón. Akkor még csak pár kerületben tartottak virágosztást, amik annyira népszerűek voltak, hogy a városvezetés úgy döntött, idén Gyula minden lakosát bevonják az akcióba. Ennek volt az első állomása gyulavári. A kezdeményezés célja, hogy a Virágos Magyarországért mozgalom keretében ne csak a közterületek szépüljenek Gyulán. A gyulavári Bai Iskola családi napján a gyerekek többek között kézműves foglalkozásokon és tűzoltó bemutatón is részt vehettek. Emellett játékos testmozgásra is lehetőség nyílt az ugrálóvárakban és a trambulinon, valamint kipróbálhatták a drift kerékpárokat is. A szórakoztató programok mellett a családok egészségügyi szűrésen is részt vehettek. Magvetős diákok műsora nyitotta meg az iskola Ne szóljon igét hiába országos biblia történetmondó versenyét a református templomban. A gyulai intézmény 19. éve szervezi meg a megmérettetést, amelyre a protestáns iskolák diákjai két ige szakasszal készülnek. Idén 35 iskolából 170 tanuló vett részt a versenyen. Akkor József már nem tudott tovább uralkodni magán, az ott álló sok ember előtt és felkiáltott. A versenyzők évfolyamonként három tagú zsűri előtt mondták el a megtanult szakaszokat. Akkor Jákob lement az apjához és így szólt. Apá! Az előadások értékelése során a szép magyar beszéd mellett a zsűri arra is odafigyelt, mennyire adják át a családdal kapcsolatos biblikus szövegek mondani valóját a diákok. A vetélkedőhöz kapcsolódott egy illusztrációs és rajzverseny is, melyre 19 iskolából 70 pályamunka érkezett. Két hosszú veretlenségi sorozattal bíró, de a sok döntetlen miatt a kiesés ellen küzdő csapat találkozott szerdán a Grosics Akadémián. A Szeged 2011 és a Moson Magyaróvár MB2-es bajnokián mindkét együttes védelme jól zárt, a mérkőzésen kevés nagy helyzet alakult ki. A győzelmet ugyan bármelyik csapat megszerezhette volna, de a látottak alapján a 0-0-ás végeredmény reálisnak mondható. A jelenleg a 18. kieső helyen álló Szeged Grosics vasárnap Győrbe látogat, egy héttel később pedig a Zalaegerszeget fogadja. Saját szerzeménnyel kezdte koncertjét a Révész Rihárd Latin Trio a Várszínház kamaratermében. Az elsősorban afro-kubai jazz játszó zenekar dalának alapját egy hagyományos kubai tánc adta. A repertoárban saját szerzemények és népszerű latin jazz darabok mellett felcsendültek ismert slágerek átiratai, de a Révész Rihárd zongorista vezette zenekar Beethoven patetikus szonátájának harmadik tételét is feldolgozta. Az instrumentális zenét játszó triót a spanyol és angol nyelvű darabok előadásához elkísérte Urbán Orsolya énekesnő is. A koncert során a zenekar bemutatta azt a sokszínűséget, ami a latin zene és a jazz találkozásából született. Elkezdődtek és hétvégén folytatódnak a középiskolai ballagások. A diákok életében ezzel, valamint az érettségivel lezárul egy korszak. A középiskola meghatározó időszak az emberek életében. Önnek milyen emlékei vannak a diák évekről? Nagyon jó emléket, kiváló emléket.
Igen. És ő tartja a kapcsolatot azóta a régi osztálytársakkal? Persze, persze. Telefonon beszélünk, plusz vannak osztálytalálkozók. Hát nagyon szívesen emlékszem, és hát azok az idők voltak, hát végül is nekünk a legszebbek gyerekkorunkban. Úgyhogy kellemes érzés visszaemlékezni rá, igen. Ez egy nagy családi összejövetel volt, és nagyon jó élmény volt, igen. De még most van olyan, aki ballag a rokonságban, vagy családban? Nem, ezzel most túl vagyunk egyelőre. Kínában járt egy békési kézműves. Élesítették a jégkár elhárító rendszert. Lapszemle következik. Színdarabbal köszöntötték az érseket. Jakubinyi György érsek püspökké szentelésének 28. évfordulóján rendeztek ünnepséget Gyulafehérváron, írta a Magyar Kurír. Jakubinyi Györgyöt még Márton Áron püspök szentelte pappá 1969-ben. Kínában járt a békési kézműves. Magyarországról több népi mesterség jeles képviselője mellett a békési Dávidné Gyarmati Zsuzsannát érte a megtiszteltetés, hogy Pekingbe utazzon, írta a Békési Újság. A békési szakember nemzeti színű fonalakból kötélsodrásra, valamint körmönfonásokra tanította a látogatókat. Éles a jégkár elhárító országos rendszer. Május 1-én elindult az országos jégkár mérséklő rendszer, írta az Orosz Café. Ezzel a magyar mezőgazdaság évi több 10 milliárd forintot spórolhat meg. Megyei labdarúgók a székely válogatottban. A csapat a közelgő Konifa világbajnokságra készült, amelyet május végén és június első napjaiban rendeznek meg Londonban. A BMS Extra azt írta, a 30 tagot számláló bőkeretbe meghívót kapott a füzes gyarmat középpályása Kis Szabolcs és a Békés Csabán védő kapus Somogyi Pál is. Marad a meleg a hétvégén, szombaton és vasárnap is sokat süt a nap. Elvétve zápor, zivatar kis eséllyel előfordulhat. Szombaton tovább folytatódik a meleg, csapadékmentes időjárás várható, zavartalanul süt majd a nap. A hőmérséklet az éjszakai 17 fokról délutánra 28 fokig emelkedik. Vasárnap csökkenhet a hőmérséklet, de eső továbbra sem várható. Éjszaka 16, nappal 26 fokra számíthatunk. Lássuk még egyszer mai híreinket. Az anyák megmentőjét ünnepelték. Szemmelweis Ignácra emlékeztek a megyei kórházban. Holland alkotó a kastélyban. A bronz szobrokból álló tárlat a török toronyban látható. Expresszív képeket mutat be. Hologó Bell László munkáiból nyílt kiállítás a művelődési házban. Témahét a Dürerben. Az iskola diákjai a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkoztak. Kosarasok a sportcsarnokban. 19 csapat 5 csoportban mérettette meg magát. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!